Szerbusztok! Igyekeztem vidám és könnyed formába önteni egy meglehetősen összetett és amúgy talán elsőre száraznak tűnő témát. Gyakorlatilag a newtoni mechanika törvényekről szól a következő dal, de hát személyesre fordítva. 325-nek következzen a tézisek a mechanikáról, amit október 10-én írtam, és 100 BPM a tempója. Választhattok a szövegből egy refrént, én úgy éreztem, hogy nem feltétlenül kell, tehát nem erőltettem bele. Két sorosok, van ahol négy, általában kettő, kétszer kettő négy. Ezt nem a Newton mondta, tehát alkalmazzuk ebben a dalban. Tézisek a mechanikáról. Fejemen egy kókuszdió, mi ebből a konklúzió? Örökbecsű pillanat, ami áll, az ott marad. Ahogyan nő a tömegem, pont úgy lassulok, de te nem. Pedig ez itt egy sík mező, így már kevésbé érthető. Viszont ebből felfogható, a surlódási együttható. Lejtőn vagyok, felgyorsuljok. Na várjál, lehet, hogy ez a refrén. Lejtőn vagyok, felgyorsulok, el van vetve már a súlyok. Valahogy ezt ilyen hülyének és ismételetőnek érzem. Tehát lejtőn vagyok, felgyorsulok, el van vetve már a súlyok. Hintamérleg, lidikóka, te a teher, én az erő, adva a hosszak az állandók, most már egyik karunk se nő, hogyha pontszerű a testem, amikor jól esik nekem, akkor szüneteltetem az impulzusom, a lendületem. Együtt keringünk, tudható, nyilván a gravitáció. Nullához tart a lendület, a képletbe belép a lelkület, egyenes vonal, nyugalom, egyenletesség az utamon, az arányosság, a taktika, páncéltőke és mechanika. Ez volt a tézisek a mechanikáról vázlat. Szevasztok!